független tesztvizsga Ukrajna történetéből egy rendkívül érdekes dolog. Igazából két részből áll össze. Az első rész országunk 20. századi történelmét kéri számon a diákoktól, a második rész pedig a legősibb, legrégibb időktől a 19. század végéig próbálja meg különböző formákban és feladatok során a diákoknak a tudását lemérni. Nagyon fontos, hogy mind a két részt ki kell tölteni ahhoz, hogy érvényes legyen ez a vizsga. Milyen feladatok, milyen formák vannak ebben, amivel találkozhatunk? Elsősorban van egyszerű feleletválaszolós feladat, ahol négy válasz közül ki kell válaszolni, hogy melyik a helyes, az odaillő. Illetve vannak olyan kérdések, ahol fel van sorolva akár 6 vagy 7 lehetőség is, amelyek közül csak 3 jó. Viszont nagyon érdekes, mert ezek sokszor bele tudják keverni egy picit a diákot a jó válasz megtalálásába, el tudja bizonytalanítani, ezért nagyon-nagyon át kell olvasni, jól oda kell figyelni ezeknek a kiszűrésére, és hát arra, hogy a megfelelőt karikázzuk be. Általában jelen van ezeknek a teszteknek a megoldása során olyan feladat, amely során párosítani kell. Párosítások során a 4 felsorolt állításhoz 5 pár tartozik, amiből az egyik kakuktojás is csak arra való, hogy összekavarja a diákot, nem tartozik a megfejtések közé. Ezért ez is nagy körültekintést igényel. Igazából talán a legkiemelhetőbb és legérdekesebb része a tesztsornak az a képek vagy a térképeknek a felismerése, azok által megmutatkozó és feltárt események bemutatása, amelyet különböző korokhoz, nevekhez vagy eseményekhez kell kötni. Így egy nagyon-nagyon komplex tesztfeladatsor áll össze, amelyben remélem, hogy nagy segítség lesz a következő előadás. Az oskolában hétről hétre egy érdekes témát veszünk és járunk körül. Ezen a héten ismét a külső független értékelésekkel fogunk foglalkozni, mégpedig történelem témával. Egy olyan témakört fogunk körbejárni Turi Lászlónak a segítségével, amely az ukrán történelem egyik zivataros időszakát, mégis eseményekben dús és hasznos időszakát járja körül. Légy szíves, mutasd be nekünk ezt a témát. Sziasztok, köszöntök mindenkit! A mai előadásunkban az ukrán forradalom témakörét fogjuk egy picit átlapozni röviden. Ennek a témának nagyon nagy jelentősége van Ukrajna története szempontjából, hiszen az újkorban, modernkorban ez az első olyan helyzet, amikor a független Ukrajna létre tud jönni. Ezeknek az előfeltételeiről, illetve kudarcairól kell, hogy majd beszéljünk 1917 és 1920 között. Az előfeltételeihez, okaihoz hozzátartozik az, hogy ebben az időszakban az első világháború időszakát éljük, amely alapvetően egy nagyon nehéz társadalmi, gazdasági és politikai helyzetet teremt elő. 1917. februárjában, ugyanakkor Péterváron a februári forradalomnak, polgári forradalomnak a hatására megdől a cárizmus, az önkényuralom, és ez egy teljesen új helyzetet teremt az ukrán területeken is, amely eddig az orosz birodalomhoz tartozott. Az újonnan létrejövő ideiglenes kormány nagy erőkkel próbálja meg újjászervezni az orosz birodalmat, viszont a bolsevikok is ebben az időben már Oroszországban egyre nagyobb erőt próbálnak képviselni, amelynek a későbbiekben nagy jelentősége lesz. A lakosság nagy része szintén nehéz helyzet van, mert hogy a parasztságnak nincsen a kezébe földbirtok, illetve hát a háború okozta károk azok nagyon jelentősek még mindig. Az ukrán nemzeti felszólaló mozgalomnak a legnagyobb előfeltétele tehát az, hogy meggyengül az orosz birodalom. A legszimbolikusabb épület a forradalom számára szempontjából az a központi tanács megalakulásának székhelye lesz, hiszen a cárizmus megdöntésével előtérbe kerülnek azok a politikai pártok, akik egyre erősebben próbálják meg képviselni az autonómia vagy a függetlenség álláspontját. Ezekből a pártokból alakul meg 1917. március 4-én a központi tanács. Ennek a központi tanácsnak a vezetője Mihajlo Hruševszky lesz, akit talán az 50 grivnyásról is ismerhettek már, illetve
hát Viktor Vinicsenko, aki egész végig a forradalom végéig nagyon jelentős szerepet fog betölteni ebben. A képeket fontos megjegyezni, hiszen ez a teszteknek a velejárója lesz. A pártok, amelyeket az előbb említettem, két csoportba oszthatóak. Az egyik a széles autonómia kivívását tartja legfőbb céljának, a másik pedig a független Ukrajnát szeretné megvalósítani. Ezek az ukrán pártok egyre erőteljesebben próbálnak politizálni, és hát ennek a szintere a központi tanács lesz, amely az ország és az ukrán nép érdekvédelmét próbálja meg képviselni leginkább. Itt kiemelhető például az ukrán függetlenségi párthoz tartozók köréből Michnovsky, aki külön katonai csoportokat és fegyveres erőket is próbál szervezni annak érdekében, hogy az ukrán függetlenség kivívható legyen. Ugyan ő is a központi tanács keretein belül kezdi meg működését, de mégis nagyon sokszor a központi tanács ellen tud fordulni, hiszen ezek az érdekek ezek nem mindig összeegyezhetőek az autonomisták és a függetlenség pártiak között, később pedig már más problémák is fognak közbejönni. 1917. júniusában maga a forrás részletünk is bemutatja, milyen felfokozott hangulat uralkodott Kijevben, hiszen az ország valamennyi területéről érkeztek be a különböző városokból, falvakból is olyan táviratok vagy levelek, amelyek a központi tanácsot biztosította arról, hogy elismerik a hatalmát, és támogatják a hatalmában és intézkedéseiben. A másik ilyen fontos dolog pedig az autonómia kérdése volt, amely szintén nagy népszerűségnek örvendett az ukrán nép körében. 1917. június 10-én fogják az első univerzálét kiadni a központi tanács részéről, amely ezt az autonómiát fogja megfogalmazni. A második univerzáléban, 1917. július havában pedig már ennek az autonómiának egy picit szűkebbre szabása történik meg, azzal, hogy az ideiglenes kormány úgymond nem engedélyezi az ukrán nép teljes autonómiáját, és nem nézi jó szemmel a központi tanács működését. Ugyan elismeri őket, de az autonómia meghirdetését egy távolabbi időpontba teszi el, ezzel mondjuk úgy időt nyerve saját magának és saját hatalma megszilárdításának. A harmadik univerzáli kihirdetésére pedig akkor fog sor kerülni, amikor ennek az ideiglenes kormánynak a hatalma megbukik, és a bolsevikok egy puccskísérlet során 1917. október 25-én átveszik a hatalmat. Ezzel ugyanis egy olyan helyzet áll elő, amely értelmében a központi tanács megpróbál függetlenedni mind az ideiglenes kormánytól, mint pedig a bolsevikoktól, és célul tűzi ki a sokkal-sokkal szabadabb jogkörökkel ellátott autonómiát, majd később a függetlenséget. Ebben a harmadik univerzálban már meg is határozza konkrétan azokat a kormányzóságokat vagy megyéket, amelyekben a saját határait elképzeli, illetve olyan célkütézéseket tesz, amely a demokratikus szabadságjogok, illetve az emberek életszínvonalának a növekedését szeretnék elérni, de erre gyakorlati eszközei sajnos nem állnak rendelkezésére, és ebből nem válik valóra szinte semmi. A lényege azonban ennek az, hogy ezzel kihirdeti az ukrán népköztársaság, vagyis az UNK-nak a létrejöttét, amely az orosz birodalmon belül egy föderatív egységet képez, és nagyon sok szabad jogkörrel kell, hogy rendelkezzen. Legalábbis ez a központi tanácsnak a nézőpontja. 17-ben tehát így néznek ki az események, létrejön a központi tanács, illetve három olyan univerzálit adnak ki, amelyek fokozatosan az autonómiától a függetlenség irányába fognak elhaladni. Megalakul a főtitkárság még júniusban, amely a központi tanácsnak a vezető szervévé fog előlépni, előbb Jefremov, majd pedig Vinicsenko lesz ennek az elnöke. Decemberben ugyanakkor ennek a fejlődése egy picit leáll, fennakad, azzal, hogy december elején a bolsevikok keletről megindítják a támadásukat, és ennek a támadásnak a hatására lényegében az előbb látott és felsorakoztatott kormányzóságok egy része fölött elveszti a központi tanácsa hatalmát, ami arra készteti őket, hogy adja ki a negyedik univerzálét, tehát nyilvánítsa magát teljes mértékben függetlennek az orosz birodalomtól, illetve 1918. január 22-én megtörténik a függetlenné nyilvánítás, ami főként az azonnali békekötésre próbál fókuszálni, és az összes demokratikus szabadság
szabadság jogot az országba igyekeznek megerősíteni. Hát lássuk, hogy hogyan is működik ez a bolsevik támadás december végén, és 18, hát egész májusáig el fog tartani részenként, hiszen látjuk itt Harkovnál megindul a vörös hadsereg, Antonov Ovsejenko és Muravjov vezetésével, majd pedig észak felől Kijevet is támadják. Nem sokkal később el is foglalják Kijevet, és a központi tanács menekülni kényszerül, sőt, hát ugye egységei, csapatai is hát nyugatra vonulnak, itt látjuk a sárga részen, hogy melyik kis részre fognak visszaszorulni. Ennek ugye egyik vezetője Szimon Petliura lesz, akiről később még fogunk beszélni. Tehát ezeknek a támadásoknak igazából a végét az fogja jelenteni, hogy a központi hatalmakkal történő béketárgyalások lassan kezdenek eredményt elérni, és Brest-Litovszkban 1918. januárjában a németek, illetve az osztrák-magyar monarchia megkezdés aláírja a béketárgyalásokat, amely során elismerik az ukrán népköztársaság hatalmát, elismerik a központi tanács hatalmát és felsőbbségét, illetve az is nagyon fontos dolog, hogy ezeknek a béketárgyalásoknak a során egyenrangú partnerként tekintenek Holubovicsra, aki a központi tanács képviselőjeként vesz részt ezen a béketárgyaláson, tehát ennek a szerződésnek az aláírása során. Itt lefektetik Brest-Litovszkban azt, hogy az osztrák-magyar monarchia és az ukrán népköztársaság határai hol fognak nyugodni, tehát a háború előtti határokat tartják itt szem előtt, illetve az ukrán népköztársaság élelmiszerrel és nyersanyaggal fogja ellátni a központi hatalmakat a háború további menetének szükségessége szempontjából. Viszont az ukrán népköztársaság mondjuk úgy annyit kap ezekből, hogy a központi hatalmak segítségével visszaállítják területeiket, és a bolsevikok ennek a nyomásnak, amit itt a Brest-Litovszki békében a központi hatalmak helyeznek rájuk, arra kényszerülnek, hogy visszavonuljanak és kivonuljanak Kijevből is, Harkovból is, és visszaadják a területeket a központi tanács irányítása alá. Láthatjuk is itt ezen a térképen, hogy ez az állapot összességébe véve hogyan zajlik le, amely tiszta zöld színnel van jelölve, főleg arra a területre vonatkozik elsősorban a központi tanács hatalma, illetve a déli és keleti területeken vörös, illetve fehérgárdista csapatok miatt nagyon nehéz volt a központi tanácsnak a hatalmát gyakorolnia. A következő ilyen pont, amit meg kell fogalmaznunk, az lesz, hogy a központi tanács nem tudja teljesíteni mindenben a Brest-Litovszki szerződés pontjait. Tehát nem tud a nyersanyagok és az élelmiszerek szállításában eleget tenni a német követelésnek, sőt az emberek előtt is eléggé népszerűtlenné válik azzal, hogy a harmadik univerzáliban lefektetett 8 órás munkanap vagy demokratikus alapjogoknak a megvalósítása és a földosztás hiányzik. Így egy pucskísérlet során a központi tanács eltávolítják a hatalomból, és német támogatása Pavel Skoropadsky lesz Ukrajna új vezetője, és megindul a hetmanátus rendszerének a kiépítése is. Van néhány alapvető pont, ami ezt a néhány hónapot meghatározza. 1918 április végétől egészen 18 novemberéig. Ilyen az államaparátus létrehozása és kidolgozása. Külön miniszter tanácsot állít fel, szakavatott emberekből állítja össze ezt a miniszter tanácsot, sőt, hát megindítja az ukránosítást, meg a különböző helyi hatalmi szerveket is támogatni fogja, visszaállítja a zemstvók rendszerét, vagy legalábbis újjászervezi, és elég sok szabadságot ad ezeknek a helyi önkormányzatoknak is. Mezőgazdaság területén fontos elmondani, hogy ő sem fogja a földreformot úgy végrehajtani, ahogy az emberek szeretnék. Igaz, hogy 25 hektárban maximálja a legnagyobb területet, már ez is jó, hiszen több száz hektáros területe rendelkeztek bizonyos személyek, de a teljes földosztás nem is valósíthatta meg, hiszen a hatalmának legfőbb támasza a németeken kívül Ukrajnában a földesurak, nemesek és gazdagok voltak. Tehát ezen keresztül, tehát őket támogatta politikájával legfőképpen. Illetve külön egy bizottságot létrehoz, amely a németek számára történő szállításokat fogja biztosítani. Fegyveres erőiben
olyan állami miliciákat és hát kozák hadrendeket hoz létre, amely megpróbálja a hatalmát támogatni és az ország védelmét esetleg a későbbiekben ellátni. A nemzeti kulturális politikában pedig kiemelhető az ukránosításon túl az, hogy a nemzeti kisebbségeket nem fogja támogatni, illetve mind a színház, tudomány, oktatás területén az ukrán nyelvnek az előretörése figyelhető meg az ő időszaka alatt. Amely akkor ér véget, amikor 1918. novemberében a németek aláírják a fegyverszünetet, hiszen ezzel megszűnik Skoropadszky legfőbb támogatása. Még néhány hétig ezt követően természetesen megpróbálja hatalmát megtartani, de ez már nem tart sok ideig, hiszen november közepén létrejön az a direktórium, ami a hetman ellenes erőket próbálja meg összevonni. Ennek pedig hát elsősorban a már említett Vinnyicsenko és Petlura lesznek a vezetői. Itt meg is van fogalmazva konkrétan, hogy egy olyan idéglenes szervezet, amely elsősorban a hetmanellenes felkelés próbálja vezetni, illetve helyre szeretne állítani a már korábban kikiáltott és működő ukrán népköztársaságot is. Itt láthatjuk Petlurát, úgymond katonai zubbonyban és egyenruhában, és öltönyben is, tehát mint politikus és mint katona is nagyon kiemelkedik ennek az időszaknak az eseményei között. Ugyanakkor nem tudják végérvényesen létrehozni azt a fajta állami berendezkedést, amely célul van tűzve. Ennek egyrészt az az oka, hogy a háború végén már külpolitikailag nagy nyomás helyeződik rájuk, másrészt pedig az, hogy igazából nincsen egység sem a direktóriumon belül, sem pedig az ukrán népköztársaság létrehozásának hogyanjában. Nem rendelkeznek ütőképes hadsereggel, például a Szovjet-Oroszország támadásai ismét megindulnak a második bolsevik háború idején, az Antant nem ismeri el, Lengyelország igényt tart bizonyos területekre, ezek pedig hát azzal járnak együtt, hogy nem csak hogy külpolitikai értelemben elszigetelődik és nem tud igazából saját lábára állni, de belpolitikailag is az emberek között, a társadalomban sem talál egy nagyobb támogató bázisra. Érdemes itt külön témaként említeni a nyugat-ukrán népköztársaságot, amely az egykori osztrák-magyar monarchia széthullása után jön létre. Ennek a létrejötte már az első világháború kezdetén megindul, amikor létrejön az ukrán nemzeti tanács Koszty Levicki vezetésével. Ez a nemzeti tanács lesz az, amely 18. október végén, november elején megindítja igazából a szervezkedést és kikiáltja a nyugat-ukrán népköztársaságot. Itt ki lehet emelni azt, hogy elfogadják az ukrán állami szimbólumokat, amely mind a mai napig érvényben van. Lényegében, hiszen itt a kék-sárga zászló található meg, illetve megszüntetik a nagybirtokrendszert, ugye az agrár reform folytán, és hát az állami beavatkozást is sürgetik annak érdekében, hogy nagyon gyorsan fel tudják számolni esetleg az országban kialakult anarchisztikus állapotokat. Ezeknek az eseményeknek a folytán még a nemzeti kisebbségekre is figyelmet tudnak fordítani. Tehát itt van Koszty Levicki, akinek ez a, tehát akinek a vezetésével előbb az ukrán nemzeti tanács, majd a nyugat-ukrán népköztársaság is létrejön. Egyébként ennek a nyugat-ukrán népköztársaságnak Jevhen Petrusevics lesz a vezetője. Ugye ez 1918. november 13-án fog létrejönni. Nagy kérdés az, hogy van a direktórium képviseletében egy ukrán népköztársaság, és van egy nyugat-ukrán népköztársaság. Ez mi módon tudna egyesülni? Heteken keresztül folynak a tárgyalások, és történik igyekezet arra mind a két fél részéről, hogy ez megtörténjen. És meg is történik, 1919. január 22-én egyesül a két terület, majd pedig közös harcot indítanak, elsősorban a bolsevik Oroszország ellen. Itt láthatjuk azt, hogy a lengyelek is megindítják a támadásukat nyugat-ukrán népköztársaság ellen, itt a kék lilás csikok és nyilak mutatják ezt, aminek hatására vissza kell, hogy vonuljon a nyugat-ukrán népköztársaság fegyveres ereje,
és mindeközben keletről a direktórium és Petyura által vezetett ukrán népköztársaság erő is vissza kell, hogy vonuljanak ezekre a területekre. A nyugat-ukrán népköztársaság erői Ternopolba vonulnak vissza, míg Petyura és a direktórium Kamjanec-Podilszba vonulnak vissza. Két tűz közé kerülve nem túl sok esélyük van arra, hogy céljaikat elérjék és ki tudják nyilvánítani. A nyugat-ukrán népköztársaság hadseregét ukrán-galiciai hadsereg néven említjük, amely a Csortkovi offenzíva során megpróbálja ugyan a lengyeleket visszaszorítani, de hamar kifullad ez a támadás. Ennek következménye az lesz, hogy ezeken a területeken lényegében vereséget szenved az ukrán forradalom, és Ukrajna egészére nézve a bolsevik vörös hadsereg lesz az, amely átveszi az irányítást, főleg Hristián Rakovszki vezetésével, hiszen ő lesz az ukrán-szovjet szocialista köztársaság első elnöke, és ő lesz az, aki a bolsevizmus kiépítését megindítja, ez már a következő korszak velejárója lesz. Itt még ezen a térképen meg tudjuk pontosabban nézni, hogy hogyan borul vörösbe szépen lassan ez a zöld terület, tehát az ukrán területeket hogyan foglalják el a bolsevikok, nem csak az ukránokat, kényszerítve térdre, vagy legalábbis a direktórium egységeit, hanem délen például Gyenyikin fehérgárdistáit is, és egészen eljutnak Galíciáig, az Brucs folyóig, amely majd a határvonalat fogja képezni a lengyel és az orosz fél között. Ezt követően ugye két tűz közé szorulva már végleg elvesztenek minden esélyt. Petyura végül a bolsevikokhoz fordul, hogy valamilyen úton, módon tudjon velük egyességre jutni, de ez nem fog sikerülni neki. Ugyanakkor miután véget ér ezeknek a területeknek az elfoglalása lengyel, román, délről román és orosz félről, ezután majd még 1920 és 21-ben az orosz-lengyel vagy szovjet-lengyel háború folytán a lengyelek soraiban nagyon sok ukrán harcol a bolsevizmus ellen. Viszont ez már nem segít az ukrán forradalom ügyén, amely végül abszolút vereséget fog szenvedni. Ezeknek az okai röviden összefoglalva a gyenge társadalmi támogatottság, a parasztságnak a politikai naivitása talán, hiszen azzal, hogy a bolsevikok földosztást ígértek és a munkásparaszt réteg felemelését ígérték, egyre nagyobb támogatásra tudtak szert tenni az ukrán parasztok körében is, valamint megfigyelhetjük végig a forradalom során, hogy több esetben vannak konfrontációk személyek között. Itt elég, hogyha itt a történetünk végén említjük Petyura és Petrusevics esetét, akik nem egyeznek meg az egyesülés dolgában, és ez az egység is hiányzott. A nemzetközi helyzet pedig nem tette lehetővé egy független állam létrejöttét itt Ukrajnában, hiszen valamennyi környező állam igényt tartott ezekre a területekre. Mégis összefoglalva jelentőségében elmondhatjuk, hogy a forradalom során az ukrán név rövid időre is kivívta a függetlenségét, amelyre a későbbiekben is nagyon nagy előszeretettel tekintenek majd vissza, illetve ez az ukrán állam újkori történetének egyik legjelesebb időszakát fogja jelenteni. 1917 és 20-ban egy megvalósított küzdelmet látunk, ami nagyon sokszor nehezen követhető, de biztos vagyok benne, hogyha mélyen utána néztek, és a könyvből jól áttanulmányozzátok, akkor sikeresen fogjátok tudni az ide vonatkozó kérdésekre feleletet megválaszolni. Köszönöm a figyelmet!